Az orosz gázzal való kereskedés javítja az állami MVM mérlegét, mondták híradónknak energetikai szakértők. Idén nőtt a kereskedés mértéke, a nyereségből pedig némileg kompenzálható az a veszteség, amit a rezsivédelmi árszabályozás okoz az állami cégnek. Ennek ellenére idén 430 milliárd forinttal kellett kipótolni az MVM költségvetését, amit adókból biztosít a kormány. Továbbra is intenzíven üzletel Magyarország a többnyire orosz eredetű földgázzal. A Népszava összesítése szerint tavaly közel 2 milliárd köbméter földgázt értékesített külföldre az állami MVM. Az idei forgalom eddig élénkebb a 2023-asnál is. Az energiaárak 2022-es robbanása óta komoly veszteséget jelent a hazai fogyasztás ártámogatása, az úgynevezett rezsivédelem. Ennek fedezetét részben a kereskedés nyereségéből szükséges biztosítani, illetve az állam fogyasztói árat és adókat emel, mint tette azt két éve a rezsi alappal. A kereskedésre van mozgástér, ugyanis a hazai gáztárolók többsége is magas, az októberi adatok szerint meghaladta 92%-ot. Ez nem sokkal marad el a korábbi évektől, mert az orosz-ukrán háború miatti óvatosságból az állam magasan próbálja tartani a tárolt gáz mennyiségét. A híradónknak nyilatkozó szakértő szerint az MVM könnyen nyer az orosz gázon. Most úgy néz ki, hogy az oroszok rá vannak szorulva arra, hogy megpróbálják a írdatlan a gázmennyiséget, ami ugye kiesett a korábbi exportjukból Európa felé, azt értékesíteni valahol, ezért megfelelő alkupozíciót tud elérni az MVM is akár, vagy a többi más gázkereskedő is az oroszokkal szemben a piacon. Holoda Attila szerint az európai piacon 10-15%-kal alacsonyabb árat is ki lehet alkudni az orosz gáz esetében, ezzel pedig él is az MVM. A geopolitikai körülmények haszonélvezője kereskedői szempontból bárki, aki orosz gázt vesz és elad. Az idei első fél évben közel 430 milliárd forinttal kellett kipótolnia a kormánynak a központi költségvetésből az MVM feléje a rezsitámogatást. De a G7 gazdasági portálon megjelent elemzés szerint az MVM lakossági forrást is talált, hogy könnyítse helyzetét méghozzá milliárdokkal. A nagyjából 100 ezer lakossági fogyasztónak, akik éves átalányban úgynevezett jelleggörbe szerint fizetnek a gázért, az MVM egy valószínűsített mennyiséget számláz. Ez magasabb lehet a tényleges havi fogyasztásnál, ami az elemzés szerint olyan, mintha a fogyasztók hiteleznének az MVM-nek. Bali Gábor energetikai szakértő szerint a fogyasztók, ha tudatosan járnak el, módosítást kérhetnek az átalányra. Ha valaki ezt a mennyiséget úgy állítja be, hogy a rezsicsökkentett árnál kisebb mennyiséget állít be, ami ugye most jelen pillanatban 1700-1800 köbméter per év, akkor teljesen mindegy, hogy milyen jellegűbbét kap, az biztos, hogy akkor nem kell előre finanszíroznia mondjuk egy versenypiaci árszintet. Szijjártó Péter legutóbb október 10-én járt Szentpéterváron, ahol újabb, ezúttal rövidtávú gáz megállapodást kötött. A még 2021-ben kötött hosszú távú megállapodás szerint 2026-ig biztosan növekszik majd az orosz eredetű import aránya Magyarországon.